A tabella hátsó régiójában posztoló Nemzetvédelmi Egyetem csapat érkezett Nyíregyházára, így a hazai gárda volt a meccs egyértelmű esélyese, igaz a fővárosiak nagy meglepetésre le tudták győzni azt a Vasast, amelytől Farkasinszkijék legutóbb vereséget szenvedtek. A mérkőzésen aztán hamar kiderült, hogy nincs egy súlycsoportban a két együttes, a hazaiak 22 ponttal nyerték az első negyedet, majd a folytatásban is uralták a játékot, amelynek képéről mindent elmond, hogy a vendégek mindössze 33 pontig jutottak 40 perc alatt. Úgy néz ki, hogy lassan kezdünk kilábalni abból a mélyvölgyből, ahol eddig voltunk. Nagyon pontosan, nagyon precízen, lendületesen kosárlabdáztunk, de tényleg látványos megoldásokkal. A nézők nagyon örültek neki, mert végre egy szép kosárlabdát láthattak. A Nemzetvédelem az ugye próbálta lassítani a játékunkat, tehát próbált olyan fautokat beütni, amik sok esetben ugye nem is voltak teljesen sportszerűek, tehát kaptak, vagy azt meg egy vagy két sportszerűtlen hibát is kaptak rá, de ettől függetlenül ezt a lendületet nem tudták megállítani, és ugye ami a lényeg és jó volt ebben a mérkőzésben, hogy mindenki kellő játékpercet tudott kapni, a fiatalok is, és ezzel sikerült is mindenkinek élni, tehát nem kellett az Orsit és a Diát úgymond túlterhelni, hanem lehetett a kicsiket játszatni, akik mondom, igencsak sok ponttal hálálták meg a bizalmat. A nyíregyházi kosársuli két meccset is játszik a héten, csütörtökön Szegeden, vasárnap pedig Kecskeméten lép pályára Farkasinszky gyuláni csapata. Ugye egy Szegedet soha nem szabad félváról venni, hogy az előző évek azok pontosan ezt be is bizonyították, hogy úgy kell menni, hogy kellő felkészültsége. Ugye ez a Szeged meccs elméletileg nem itt volt, hanem január elején, csak nem sikerült ott megállapodnunk a szegedi csapattal, és ez az egy alkalom volt az, amit hajlandóak voltak megajánlani részünkre. Nekünk nem a lehető legkedvezőbb időpont, ez ugye a hétvégén Kecskemétre is le kell utazni, de ettől függetlenül megpróbáljuk úgy megoldani ezt a két mérkőzést, mind a kettőnek győzelem legyen a vége. Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjának élén az MTK Budapest 100%-os teljesítménnyel, megelőzve a 11-2-es mutatóval rendelkező nyíregyházi kosársulit, a Szeged a negyedik, a Kecskemét pedig a hetedik helyen várja a folytatást.